A kormánypártok szerint kérdések merülnek fel Ceglédi Csaba jogi szakvizsgájával kapcsolatban. Budai Gyula fideszes képviselő szerint felmerül a gyanú, hogy Gyurcsány Ferenc adócsaló ügyvédje csalással szerezhette meg a szakvizsgát. Budai Gyula a Vas megyei ügyvédi kamarához fordul, de szerinte a kamaránál elérhető adatok sem oszlatják el az esetleges csalás gyanúját. Ceglédi Csaba a Vas megyei ügyvédi kamara nyilvántartásában 2010. december 31-től szerepel. Ezen időponttal jegyezték be ügyvédként, hozta nyilvánosságra a megyei szervezet elnökének levelét közösségi oldalán Budai Gyula. A fideszes parlamenti képviselőnek közérdekű adatigénylésre adott válaszában az is olvasható, a jogi szakvizsgához szükséges igazolást nem a Vas megyei ügyvédi kamara állította ki. A baloldal adócsaló ügyvédje aligha teljesítette jogszerűen a kötelező 3 éves jogi munkakörben eltöltött gyakorlati idejét. Ceglédi Csaba jogi végzettsége hétfőn is téma volt a parlamentben. Budai Gyula felszólalásában megemlítette. Ceglédi Csaba éppen abban az időszakban töltötte 3 éves joggyakorlati idejét, amikor főállásban volt Szombathely alpolgármestere. A politikus korábban a pesti srácoknak azt nyilatkozta, 99,9%, hogy nem volt szükség engedélyeztetni jogi természetű munkaviszonyát. Völner Pál, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az országgyűlésben azt mondta, az akkor hatályos törvény szerint főállású polgármester vagy alpolgármester nem létesíthetett egyéb munkaviszonyt. Ceglédi Csaba főállású munkájával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy 99,9%, hogy nem volt szükség engedélyeztetni jogi természetű jogmunkaviszonyát, mi viszont 100%-ig biztosak vagyunk abban, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani, neki is be kellett volna tartani. Ceglédi Csaba többször is kénytelen volt már bíróság elé állni. A szombathelyi ügyészség 2000 augusztusában megrovásban részesítette 11 rendbeli jogosulatlan adatkezelés, valamint 2 rendbeli magánokirat hamisítás vétsége miatt. 2003-ban pedig a Veszprém megyei bíróság jogerősen 1 év és 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte több rendbeli adócsalás és okirat hamisítás miatt. Azt gondolom, hogy megérdemli, hogy büszkén nézünk őre. A DK színeiben tevékenykedő politikus ügyvéd ellen jelenleg is büntető eljárás van folyamatban. A Humán Operátor ZRT körüli céghálózattal kapcsolatos 6,3 milliárdos költségvetési csalás büntetőügye márciusban kezdődött újra. A Híradó a szakvizsga ügyében keresi Ceglédi Csabát. Többek között azt kérdezzük tőle, hogy szerinte fennállt-e az összeférhetetlenség amiatt, hogy éppen akkor töltötte 3 éves gyakorlatát, amikor Szombathely alpolgármestere volt.